Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Folytatódik a Gyújtópont itt a Hit Rádióban a mikrofonnál. Király Tamás, vendégünk pedig Csizmazia Gábor, Amerika szakértő. Szervusz, köszöntünk a műsorban. Szervusz! És még az amerikai elnökválasztási kampány idején volt egy ilyen homályos ügy, amikor is Joe Biden fia, Hunter Biden leadta a laptopját egy szervizbe, amiről aztán előkerültek különböző dokumentumok, levelezések, és a többi, és a többi, és az amerikai média ezt igyekezett elhallgatni. Aztán azóta újabb dolgok kerülnek elő, amit az amerikai média úgy szintén igyekszik elhallgatni, de azért egyre többet lehet tudni. A kérdés az, hogy te hogy látod ezt az egész helyzetet, például a most napvilágra kerülő üzenetek, amelyek azért kicsit sem nevezhetők polkorrektnek, mennyire okozhatnak tényleges fejtörést a Biden családnak? Igen, ugye itt arról van szó, hogy ugyanarról a laptopról, amit még korábban egy szervizben ugye ott hagyott, vagy ott felejtett ugye Hunter Biden, ugye erről kerülnek elő folyamatosan ilyen, hát legalábbis személyesen őránézve kompromittáló információk. Itt jelen esetben ugye konkrétan, ami felmerült, az ugye egy ilyen SMS vagy üzenetváltás volt közte és az ő személyes ügyvédje között, amelyben ugye rasszista kifejezéseket, vagy rasszizmus sugalló kifejezéseket használt. Ezt azért mondom, mert itt ugye itt az afroamerikaiakra utaló rasszista kifejezés, ez az amerikai popkultúrában egyébként kontextust függő volt, tehát legalábbis egészen mostanáig, hogy ez pontosan rasszizmusnak minősül-e, vagy se, hogy attól függ, kinek mondják. Megpróbálom ezt kimondani polkerekten, szóval ez a bratyizós nigger szó egyébként, amikor így... Tulajdonképpen igen, tehát ugye alapvetően ugye nyilván az elmúlt egy-két évben most mondom, hogy a BLM miatt, de igazából nem a BLM mozgalom miatt, csak az elmúlt egy-két évben ugye nyilván maga ez az egész téma, ez tabu témává vált, de egészen eddig egy ilyen bevett gyakorlat az amerikai társadalomban, hogy ez nyilván kontextus függő, tehát nyilván nem mindegy, hogy milyen kifejezéseket milyen közönségnek, milyen célszemélynek, milyen kontextusban, illetve hát mennyire nyilvánosan, vagy hát nem nyilvánosan mondja az ember. Tehát alapvetően, hogyha így vesszük ezt a beszélgetést, akkor ez idézőben annyira nem felháborító, ami történt Hunter Biden meg az ügyvédje között. Abból a szempontból kellemetlen, hogy egyrészt hát nyilván példaértékének semmiképpen nevezhető, viszont ami azért is kellemetlen, mert egyébként ez pont akkor került napvilágra, ez persze már szivárogtatáshoz tartozik, pont akkor került napvilágra, amikor egyébként már elnöki hivatalban lévő Joe Biden pedig kifejezetten a rasszizmus elleni hatékonyabb fellépésre szólította fel az amerikai társadalmat. Tehát gyakorlatilag ez eléggé szerencsétlenül jött ki. Meg az is furcsa egyébként, azt megjegyzem, hogy Hunter Bidennek elég sok minden van a számláján, hogyha az erkölcsi megítélésről beszélünk. Tehát idézőjelben ez tűnik a legkevesebb, most az előbbi kontextusról függetlenül. Hát meg a nemzetbiztonság szempontjából a legkevésbé veszélyesnek, mert mondjuk az ukránokkal való üzletelés és egyebek az akár egy sokkal komolyabb szál is lehet. Így van, tehát az gyakorlatilag, hogyha a politikai szempontból nézzük, akár Joe Biden-re kivetítve, akkor tulajdonképpen az egy bizonyos szempontból nagyobb, vagy komolyabb ügy több tekintetben, hogy Hunter Biden adott esetben, és feltételesen mondom, mert ugye komoly érdemi vizsgálat ez ebben nem történt, legalábbis nem tudok róla, hogy Hunter Biden, amíg az édesapja ugye alelnök volt, hivatalban lévő alelnök volt, akkor Hunter Biden milyen különböző hát személyes egyéni alkukat tudott kötni annak saját anyagi helyzetének javítása érdekében, pusztán azért, mert hogy ugye a hivatalban lévő alelnöknek a fia. Tehát ebből a szempontból azért nagyobb botrány volt, de halkan megjegyzem, ezen a vonalon tovább nem egyébként, és sok minden mással lehet, egyébként kulturális szempontból kivetíteni a dolgot. Mondom, konkrétan arra gondolok, hogy itt a mint mondtam, tabu téma eleve nyilván a rasszista különböző szitokszavak teljesen minden milyen kontextusban hangzanak el, de a dologhoz hozzátartozik, hogy az amerikai társadalomban lévő részben rasszizmushoz kapcsolódó ugye, feszültségeknek a másik oldala az a fehér amerikaiaknak, főleg a tehetős fehér amerikaiaknak a helyzete. Tehát gyakorlatilag azok, akik rasszizmusra, vagy bármilyen szintű rasszizmusra panaszkodnak az Egyesült Államokban, azoknak az érvrendszerében ugye ott van az, hogy a rendszer szintű rasszizmus az nem csak azt jelenti, hogy az afroamerikaiak és általában színesbőrűek ugye szenvednek a különböző
történelmi elnyomásoknak, akár csak a hagyatéka vagy a folyományaitól, gazdasági, politikai, bármilyen más tekintetben, hanem azt is, hogy van egy fehér gazdag réteg, akik meg kifejezetten élvezik mindennek az előnyét, amit ugye az elmúlt évszázadban felhalmoztak. Most nem akarnék ebbe belemenni, ebből a szempontból ez egy külön vitát megérne, ami viszont mégiscsak felhozom, hogyha ezt az érvet alkalmazzák mondjuk, tipikusan egyébként republikánus vezetőpolitikusok ellen szokták ezt időnként felhozni, akkor elméletileg Hunter Biden is beleférne ebbe a kategóriába. Tehát gazdag, fehér, egyértelműen egyébként az édesapja gyakorlatilag közel fél évszázadon át volt nagy politikában eléggé aktív, és mint mondtam, az ahhoz kétség sem fér, csak mondom, részletes vizsgálat, hogy pontosan mikor meg mi történt Ukrajnában, illetve Kínában, de hát nyilván nem a szakértelme, vagy a több éves mondjuk energiapolitika, nem létező energiapolitikai szakértelme miatt alkalmazták mondjuk Ukrajnában, ugye Hunter Biden, hanem nyilván a neve miatt, ami önmagában nem bűncselekmény. Tehát azért mondom, hogy ebből a szempontból nem biztos, hogy komoly probléma volt, de az mindenképp igaz, hogy hát tulajdonképpen mégiscsak volt egy olyan kiváltsága, amiért, ha úgy tetszik, nem kellett megdolgoznia. Mondom, nem akarom én most itt átadni ezzel Hunter Biden, csak azt mondom, hogy ebbe a narratívába, amely egyébként szorosan összekapcsolódik a rendszer szintű rasszizmus vágyával, ebbe egyébként belefér. Ezért is furcsa, hogy igazából olyan nagy visszhangja ennek a konkrét ügynek most nincs az amerikai közbeszédben. És akkor én innen folytatnám tovább, hogy nekem a másik furcsaság az viszont, vagy hát lehet, hogy már nem is annyira furcsaság, de ez a tetten érhető kettős mérce. Tehát, hogy megpróbáltam elképzelni, hogy mondjuk Ivanka Trumpról került volna elő valami hasonló, akkor nagy valószínűséggel sokkal nagyobb balhé lett volna belőle, miközben ebben a helyzetben valahogy meg is próbálják elhallgatni, meg megpróbálnak úgy szemet hunyni fölötte. Igen, egy érdekes dolog figyelhető meg ebből a szempontból, ugye, ugye egyrészt az, hogy Hunter Biden mit csinál, az nyilván Joe Bidennek, illetve a demokrata pártnak, meg általában ugye az amerikai kormányzatnak nyilván semmi köze. Tehát ebből a szempontból ez érthető, hogy ez nem terjed tovább Joe Bidenre. Egy érdekes kettőség van ebből a szempontból jelen, mert hogy ugye a ki nem mondott érvelés az úgy szól, hogy az, hogy az én, most bárkikről beszélünk, az, hogy az én szüleim, vagy az én gyerekeim, tehát rokonaim, de igazából autonóm önálló személyek, mit csinálnak az ő szabadidejükben, vagy magánéletükben, az egyezetben rájuk van bízva. Ugye annak idején visszatérve csak egy fél gondolatra itt az ukrajnai ügyekre, ugye Joe Bidennek ez volt az egyik mondása, hogy igazából ő nem beszélt a fiával arról, hogy a fia éppen mit csinál, vagy mit nem csinál Ukrajnában. Aztán később ugye egyesek ezt megcáfolták, de egyetlen bizonyítani nem tudták, de a lényeg az az, hogy ez idézőben magánügy. Tehát az, hogy mit csinál az én gyerekem, vagy az én valamelyik szülőm, az igazából ez magánügy, az ő személyes magánügye. Az érdekesség ebben az érvelésben az, hogyha ezt ugye Hunter Biden-nel szemben, mint az éppen hivatalban lévő ugye elnöknek a fiával szemben alkalmazzák, és ráadásul ilyen kulturális jellegű kérdésben, tehát nem egy konkrét gazdasági vagy pénzügyi botrány, hanem konkrétan, hogy tetszik, hát magaviseleti vagy magatartási kérdésre alkalmazzák, akkor ugye ez azt jelenti, nem nyíltan kimondva, hogy tulajdonképpen a Hunter Biden idézőjelben egy nagy gyerek. Tehát felelőtlen, meggondolatlan. És nagyon sokszor így megbocsátóbbak ugye a Biden család tragédiája miatt, ugye ott azért voltak komoly törések családi tragédiák miatt, és sokszor úgy vannak vele Bidennel kapcsolatban is egyébként egy kicsit, meg a fiával kapcsolatban is, hogy jó, hát nehéz gyerekkora volt, így kicsit legyünk vele elnézőbbek. Elképzelhető van ez is elmögött, megmondom, hogy szintén ezt nem tudom, csak az a furcsa, hogy ugye, hogyha így, tehát ilyen alapon gyakorlatilag mindent el lehet nézni, mert ugye Hunter Biden konkrétan most 51 vagy 52. életévében van. Tehát gyakorlatilag egy felnőtt ember, neki is vannak már gyermekei, tehát ebből a szempontból furcsa ez a fajta hozzáállás, hogy igazából egy felelőtlen ember, egy felnőtt önálló döntései felelősséggel tartozó ember. Tehát ebből a szempontból furcsa, azért mondtam, hogy kettős ez az álláspont, mert részben érthető, hogy semmi köze úgymond Joe Biden úgymond neveléséhez. Részben meg furcsa, hogy tulajdonképpen akkor mégis úgy kezelik az egész ügyet a közbeszédben sokan, hogy tulajdonképpen, hát itt, hogyha egy, nem tudom, 7 éves gyereknek, hogy a gyerek szájára nincs orvosság típusú hát problémával állnának szembe. Tehát ebből a szempontból ez egy furcsa dolog. Az is furcsaság a tekintetben, hogy nem beszélnek róla valóban, hogy ugye hajlamos, főleg republikánus oldalról hangzanak el valóban ezek a gondolatok, hogy itt van egy kettős mérce. Bizonyos szempontból ez már annyira nem is hatja meg egyébként az amerikai
közbeszédet. Igen, mert meg sem lepődnek rajta, igen. Tulajdonképpen nem. Ami érdekesség itt az az, hogy nem arról van szó, hogy ezzel a média soha nem fog foglalkozni. Egyszerűen csak arról van szó, hogy vannak olyan időszakok, inkább úgy mondanám, amikor gyakorlatiasság okán nem foglalkoznak vele. A hasonlat, akit rendszeresen ugye felhoznak, vagy felhozható, hogy Hunter Bidennek párhuzamosan személy, most éppen a demokrata oldalon lehetett volna ez a republikánus oldalon is, az Bill Clinton. Tehát Bill Clinton volt az, aki általában kedvező a megítélése, legalábbis a demokraták, de egyébként republikánusok körében is. Nyilván attól, hogy milyen konkrét részekérést nézünk, de hogyha megnézzük a magánéletét, illetve a a botránynak egy része az alapvetően magánéleti jellegű botrányokhoz kapcsolódik. Ha azt megnézzük, akkor nyilván azzal már árnyaltabbá válik a kép. Ha pedig mellé tesszük ugye a másik, mondjuk a MeToo, vagy éppen adott esetben más kifejezetten mondjuk feminista mozgalomnak a megnyilvánulásait, vagy legalábbis az állításait, akkor meg kifejezetten negatívan kellene megítélni ugye Bill Clintonnak, nem az elnökségét, hanem a személyes magatartását. És most, csak azért miközben mondom, zajlik az Epstein sztori, ez erre is viszonylag kevés szó esik. Tehát, hogy ugye itt Clintont is összefüggésbe hozták, meg voltak is nyilatkozatok a Bill Gates válás kapcsán, és ugye Clinton neve is felmerült, de erről sem nagyon beszél a mainstream média. Igen, ugye kevés információval rendelkezés, pont az Epstein ugye az, amit mintha egy baltával elvágtak volna, tehát érkezőben erről lehet, már úgy is volt. Nem beszélnek. Így van. Amire csak akartam lyukadni, az hogy ez folyamatosan ingázik. Tehát volt időszak, amikor nagyon sokat beszéltek Bill Clintonnak, mint volt elnöknek. Mivel amikor elnök volt, amikor volt ugye a Lewinsky, hogy akkor értelemszerűen mindenki ezzel foglalkozott, ez nem meglepő. De ezt követően, amikor utólag merültek fel dolgok, vagy az utókor próbálta megértelmezni, vagy idézőben megítélni, ugye Bill Clinton-t így visszamenőleg, vagy legalábbis konkrétan egy-egy ügy kapcsán, hanem is magát az elnökségét, de a személyes magatartását illetően, akkor ez folyamatosan ingadozott, mert amikor éppen volt ennek politikai haszna, akkor foglalkoztak vele, amikor nem volt haszna, akkor nem foglalkoztak vele. Ezt meg lehet nézni egyébként. Tehát volt, amikor Bill Clintonnak a népszerűség az kifejezetten alacsony volt, vagy legalábbis eléggé megvetően tudtak róla nyilatkozni a sajtóban, vagy a sajtó, amerikai sajtó részéről, de amikor például Hillary Clinton ugye indult az elnökségét, ami 2016-ban, akkor meg megint ezt, mintha elvágták volna, és akkor megint megváltozott a helyzet. Zárója bejegyzem meg, teljesen más, de egyébként Joe Biden is ez volt elmondható. Ha visszaemlékszünk, akkor a 2020-as előválasztásban a elnökjelölési folyamatban, tehát amikor a demokratát tehát még el kellett dönteni, hogy kit indítanak majd a Donald Trump-al szemben még 2020-ban, akkor volt egy olyan időszak, 2020, ha jól emlékszem, márciusában, volt március magasságában volt egy olyan korszak, amikor Joe Biden-nel szemben vettek el régi olyan kritikákat, amiket se előtte, se azután nem vettek el. Tehát ez folyamatosan hullámzik, attól függ, hogy mennyire tartja politikailag hasznosnak a médiagépezet az adott illetőt. Ezért mondom azt, hogy Hunter Biden, ez a kettős mérce úgy tetszik, egyrészt nem meglepő, másrészt pedig nem konstans, tehát nincs feltétlenül demokrata, republikánus szintre bontva, vagy liberális, konzervatív megosztásban különválasztva, hanem majd amikor Hunter Biden, vagy ott esetben Joe Biden idézőjelben nem lesz fontos mondjuk az adott ügynek, na akkor majd Hunter Biden ügyét megint adott esetben előveszik, főleg, hogyha megint felmerül valami újdonság. Tehát ebből a szempontból ennek a történetnek itt most még nincs vége, csak most éppen nem beszélnek róla sokat. Nyilván republikánus oldalon, illetve jobbkonzervatív oldalon ezt sokkal jobban taglalják, de előbb-utóbb ott is úgymond elfogynak az információból, hiszen nem egyrészt úgy jönnek ugye elő apránként, másrészt pedig, hogyha nem talál visszhangra szélesebb körben, akkor egy idő után nyilván kifogynak belőle. Ugye megint csak Hunter Bidennál maradva, ugye maga a szintén laptopról felmerült információk, hogy Hunter Biden mennyire volt érintett mondjuk az ukrajnai ügyekben, ugye választások alatt, az is egy idő után elengedték. Tehát maga a jobboldali sajtó is egy bizonyos pont után elengedte, mert nem volt úgymond hozadéka választói magatartások tekintetében. Akkor jól értem, hogy most ennek olyan nagy politikai következménye momentán nem lehet, de hosszú távon meg még bármi lehet.
Igen, inkább úgy mondanám, hogy nem lesz momentán politikai köp. Hát attól függ, hogy kit nézzünk. Tehát nyilván Hunter Biden megítélése idézőben irreleváns, mert ő tulajdonképpen egy magánszemély, tehát hogy egy ugyanolyan amerikai állampolgár, mint bárki más, csak hát nyilván nem mindenkinek hivatalban lévő elnök ugye az apja. De ugye ebből a szempontból az, hogy az ő megítélése milyen az politikai szempontból, vagy nagy politikai szempontból irreleváns, az édesapjának az elnökségre értelemszerűen nem hat ki, és ez bizonyos szempontból teljesen rendben is van. Tehát nyilván Joe Biden nem vonható felelősségre azért, amit Hunter Biden éppen tesz vagy mondott, akár most, akár korábban, főleg ha az magánjellegű. Igazából folyamánya, én azt mondom, hogy hosszú távon se lesz, itt az lesz érdekes, hogy Hunter Bidenre nézve lesznek-e következmények akkor, hogyha úgy általában a helyzet megváltozik. Tehát, hogyha adott esetben már nem Joe Biden az elnök, majd valamikor. Tehát ott már érdekes, ha újra előjön ez az ügy, akkor már lehet, hogy másképp fogja a média ezt az egészet feldolgozni. Többet ilyet látunk az elmúlt években egyébként, hogy ugyanazokat az ügyeket teljesen más színben tüntet fel ott esetben az amerikai főáramlatú sajtó, mint mondjuk akár csak néhány hónappal korábban, egyszerűen azért, mert megváltozott a helyzet, nem tartozik szorosan ide, de most például a koronavírusnak a kínai népköztársaságból történő eredőise, ha úgy tetszik, most nagyon talán volt, hogy mondtam, de hogy igazából, hogy Kínából ered a koronavírus, és hogy erről a kínai kommunista párt tudott vagy sem, hát ez igazából Conteónak számított még másfél évvel ezelőtt, vagy kicsivel kevesebb, mint másfél évvel ezelőtt. Ma már, azt nem mondom, hogy elfogadott tézis, de ma már szabadabban lehet róla beszélni, csak egy időközben volt egy elnökváltás. Hát igen, és még bizonyára sokat is fogunk róla beszélni, hiszen folyamatosan történnek az amerikai politikában is az események. Csizmazia Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen.